Ez itt a Pollak Mihály tér. Itt tanultak meg biciklizni a gyerekeim. Van fogadókészségre, akkor én egyénenként is, csoportonként is, közösségként, önkormányzat is készen állok a tárgyalásra. Azért jöttem most is ide. Szerintem nem a balhé kell, mert az nem jó. Hé, mit csinál? Normális vagy? Halló! Normális vagy? Hé! Hárman egy fogja, a kurva anyádba, bazd meg! Hé! Ez a mi területünk. Mi itt élünk. A 8. kerületnek abban a részében, ahol a városban talán a legkevesebb a zöld felület. Ezért örültünk nagyon, amikor a Magyar Állam a Nemzeti Múzeumnak adta a Magyar Rádió üresen álló épület együttesét. Az eredeti terv az volt, hogy ezeket az épületeket meghagyják, néhányat lebontanak közülük, és a felszabaduló helyen parkok rendszere alakult volna ki. Ám a Magyar Állam meggondolta magát. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek adta végül a területet, akik azért végeznek itt bontásokat, hogy még nagyobb épületeket húzzanak föl ide. Ide, ahol már egy talp alatti kis zöld terület sem maradt. Az adófizetők pénzén. Az is felfoghatatlan, hogy miért építünk egy második kampuszt egy katolikus egyetemnek, amikor a magyar állami egyetemeken jelképes összegekért dolgoznak az oktatók. Ez itt Makovec Imre megvalósult főműve, a Pilis Csabai Pázmány Kampusz. Hosszú évek óta üresen áll, az egyetem elhagyta ezt az épületet. Elhagyta, mert nem sikerült jól. Rossz a lokáció, nem szerettek idejárni a hallgatók, nem szerettek idejárni az oktatók sem. Ha ez az egyetemváros jól sikerült volna, most nem próbálnának a Palota negyedbe beszuszakolni egy hatalmas épület monstrumot. Húszban váratlanul egy újabb kormányrendelet vagy kormányhatározat a Magyar Püspöki Konferenciának adta ezt az ingatlan együttest, illetve nem térítésmentesen adta, hanem elcserélte a Pilis Csabai Pázmány kampuszra, amit a Pázmány rájött, miután ugye annak idején rengeteg közpénzből megépítették, rájött, hogy nem alkalmas neki oktatási funkcióra, egyrészt a lokációja miatt, másrészt pedig sajnos az építészeti kialakítása azoknak a Makovec épületeknek rendkívül drága üzemeltetést és karbantartást jelentett, gyakorlatilag fenntarthatatlan volt. Nincsen arról kimutatás és közérdekű adatigénylésre sem kaptunk választ, hogy a két ingatlan együttesnek az értéke az hogyan viszonyult egymáshoz, de magától értetődő, hogy ez egy lényegesen értékesebb ingatlan együttes. A Katolikus Egyetem nem a meglévő épületek felújításában és újrahasznosításában gondolkodik, hanem az épületek túlnyomó többségét le akarja bontani, és a helyükre egy hatalmas új monstrumot akar felhúzni a mostani épület magasságok fölé magasodva. A beruházási program önmagában nagyon túlméretezett. Úgy értjük ezt, hogy az összes funkció, amit a megrendelő ide elképzelt, az cipőkanállal szorítható ide be. Azt követően, hogy ezt a nem igazán értékegyeztetett ingatlan cserét lebonyolítottuk. A Magyar Katolikus Egyháznak ezt mi adóforintokból finanszíroznánk meg ezt az építkezést. Erre jelenleg 250 milliárd forintot irányzott elő, vagy kommunikál a minisztérium. Az első, mi folyamatosan dokumentáltuk, és már az első kapcsolatfelvétel után is, hivatalosan is, szóban is mindig jeleztük, hogy mi örülünk ennek a kampusznak, fejleszték Józsefvárost, de határozott elképzeléseink vannak, és a legfontosabb az az, hogy ez a kampusz ez úgy épüljön föl, hogy vegye figyelembe Józsefváros adottságait, vegye figyelembe az itt élő embereknek az igényeit. Ha nagyon le akarom fordítani, hogy próbáljanak meg úgy viselkedni, mint egy jó szomszéd, aki beköltözik, és be akar épülni, vagy be akar illeszkedni a közösségbe. Nem akar elnyomni,
hanem jól akarja magát itt érezni. 2022. áprilisától egy teljesen más történet indult el, amiben volt nagyon sok megtévesztés, volt nagyon sok félretájékoztatás, de a vége az egy elég erős hatalmi döntés volt arról, hogy senki sehova, Csíkosarokba építünk, és úgy, ahogy mi szeretnénk. Mi arra kényszerítünk, hogy megállítsuk az úthengert, az állami döntéshozatali hengert, és akkor először volt, amikor helyi védelmet adtunk a rádió épületeinek, ez alapvetően megállította volna a folyamatot. 3 nap múlva született egy kormányrendelet, hogy az önkormányzatoktól elvették a helyi védelem, vagy a kiemelt beruházások esetében a helyi védelemnek a jogát és lehetőségét. Aztán változtatási tilalmat is ki tudtunk még adni erre a területre, ami azt jelenti, hogy szintén megállította volna a folyamatot, és leültette volna a feleket egyeztetésre, de ezt is felülírta a kormányai rendelettel, a változtatási tilalmat is elveszítettük, és a végén elveszítette a fővárosi önkormányzat a közútkezelői jogokat is, magyarán annak a meghatározását, hogy amikor építenek, akkor tulajdonképpen kik jöhetnek be, és mivel arra a nagyon szűk területre, ahol a rádió van, hány tonnás autóval, és milyen útvonalakat tudjanak használni. Nyilvánvalóan az történt, hogy a kormány minden lehetséges akadályt elsöpört ennek a beruházásnak az útjából. Nem tudok megváltoztatni, és amiben nekem is kötve van a kezem, az az, hogy akár egyetértünk vele, akár nem, akár tetszik, akár nem, ezen az 1,7 hektáros területen kell megvalósítanom ezt az építkezést. Én arra törekszem az építkezés folyamán, hogy minél kisebb kárt okozzunk az itt lakóknak, megváltás legyen, kompenzálás legyen, illetve olyan fejlesztések, amik később élhetőbbé és értékesebbé teszik ezeket a lakásokat. Magyarországon ma 2024-ben, vagy a 20-as években a választott kormány és egy választott önkormányzat tárgyalása fölött van egy megkérdőjelezhetetlen és megfellebbezhetetlen hatalom és akarat, akit mi egyszerű emberek, mármint én, mint egyszerű polgármester és a lakosaink nem tudnak megszólítani sem, soha nem válaszoltak egyetlen egy kérdésre, meghívásra sem, ez pedig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A kormány képviselője Lázár János, aki egy felelős kormánynak a minisztere, folyamatosan azt mondta, hogy a mi megbízónk az egyház. Tehát akkor, amikor szembesítjük azzal, hogy lehetne emberibb léptékű, lehetne másképp, épülhetne máshogy, el lehetne venni funkciókat, akkor a miniszter fölteszi a kezét, és azt mondja, hogy én tudom, még azt sem mondom, hogy nem értek ezzel egyet, de a megrendelőnek más a szándéka és más az akarata. És akkor az ember elgondolkodik, hogy milyen országban él, ahol gyakorlatilag a felelős kormányminisztere úgy mentegetőzik, mint egy építési vállalkozónak a művezetője. És nem beszél úgy, mint egy miniszter. Mégis kinek a pénzéből gazdálkodik a kormány, mégis kinek a szavazatával kapott fel hatalmazást, hogyan van az, hogy felénk rendelnek egy nem választott testületet, mert a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát senki nem választotta. Mi méltányos árat fizetünk mindenkinek, aki úgy érzi, hogy itt az élete ellehetetlenül, el akar költözni, és egy másik lakást akar vásárolni, ki fogjuk fizetni ezt a veszteséget. És hát a legcinikusabb válasz az, hogy ha valami baj lesz, akkor mi legfeljebb kivásároljuk a lakókat. Azok a lakók ott élnek több évtizede, szeretnék ott leélni az életüket, emlékek kötik össze oda, tehát hogy olyan nincsen, hogy egyszerűen oda megyek, elrontom a házadat, és aztán utána azt mondom neked, hogy hello, jó, akkor itt van pénz, menjél, keresél magadnak másut otthont. Sorolhatnám még ebben a történetben, minden vérzik. Vannak ugye itt jogi aspektusai is a dolognak, gyakorlatilag van egy építési jog, egy normális építési jog, és van egy most egy új építési jog, vagy egy új jogrend, ugye a háborús vészhelyzetre hivatkozva olyan alapvető jogokat csavart ki a kormány, a helyi önkormányzat kezéből, amikkel ellehetetlenítette azt, hogy az önkormányzat a helyi lakók érdekeit megfelelő módon képviselje. És itt viszont, ez egy kicsit ugye jogi kérdés, viszont akkor itt áttérünk gyakorlatilag a politikára.
Ez a kormányzati arroganciának a szimbólum. Ugye Lázár János, építési és közlekedési miniszter, alátartozik ez a projekt. Azt mondta, hogy a Pázmány kampusz, noha mindent leállítottunk, mert nincsen pénz az országban, a Pázmány kampusz az egy szimbolikus projekt, az mindenképpen meg fog valósulni. Én azt gondolom, hogy igen, ez egy szimbolikus projekt. Ha hagyjuk, hogy megvalósuljon, akkor azt fogja szimbolizálni azt a kormányzati arroganciát, amihez a katolikus egyház nagyon szorosan asszisztál, és szerintem hatalmas szégyen, és az egyházhoz tartozó és hívő keresztény barátaim szégyenkezve gondolnak erre a projektre, akkor azt fogja szimbolizálni ez a projekt, ezt az arroganciát, és azt, hogy bármit meg lehet csinálni velünk. Ha viszont sikerül összefogással megállítanunk ezt a projektet, akkor ez egy olyan szimbólum lehet, ami megmutatja, hogy nem lehet mindent megcsinálni velünk. Lázár azzal hirdeti ezt a projektet, hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb iskolafejlesztése lesz. Aki azt mondja, hogy a mai magyar oktatási rendszernek egy luxus egyetem fogja a megoldást nyújtani a bajaira, az nyilvánvalóan hazudik. Miért gondolom azt, hogy van lehetőség ezt a projektet megállítani? Ugye számtalan szimbolikus projekt van, szimbolikus ügy van, amit nagyon nehéz megfogni. Ilyen egy személyi kirúgás, ilyen a pénzeknek a visszatartása. Itt viszont egy konkrét fizikai történet van. Néhány ezer ember kell hozzá, aki rendszeresen idejön a Pollák Mihály térre, és ha kell, akkor fizikailag útját állja a rombolásra érkező gépeknek, és akkor ez a projekt megállítható. És meggyőződésem, hogy ennek üzenete tud lenni. Nagyon-nagyon nagy lesz. Ott egy olyan épület fog felépülni, amelynek a magassága az vetekedni fog, vagy lehet, hogy meg is haladja a mellette lévő Nemzeti Múzeumnak a magasságát, és lefele négy szint mély lesz. Amiről nagyon-nagyon keveset beszélünk, az, hogy nincsen modellezve, hogy mit jelent a környék életére, társadalmi életére, élhetőségére az, hogy ott azon a szűk területen bezsúfolódik 4000 diák. Egy teljesen más életmóddal, más igényekkel, az ott nagyon-nagyon nagy változásokat fog okozni. Igazából ezt is modellezni kellett volna, ez sincsen végig gondolva. Egy valami látszik, hogy ha a fene-fené teszik, akkor is fel kell építeni. Igazából 2027. szeptemberét mondták, valószínűleg arra nem fog felépülni később, és amikor megkérdeztük, vagy egyáltalán szóba került az, hogy mégis mire föl ez, mi az a Magyar Katolikus Egyháznak az akarata, értem, hogy mindent fölülír önkormányzatot, meg minden, de miért itt, és miért ezen a szűk területen, miért nem másút, szóba került a nyugati melletti, egykor kormányzati negyednek szánt terület, hogy miért így. És az volt, hogy azért, mert tanultak a Pilis Csabai történetből, Pilis Csabán fölépült egy tetszetős kampusz, ugye a Makovec tervek alapján, és nem működött, mint kampusz, mert messze volt, mert a diákok nem szerették, mert nem volt ott semmi, csak a zöld, meg a kampusz is nem volt alkalmas. Úgyhogy most átestek a ló másik oldalára, és a legfrekventáltabb helyen, a Magyar Nemzeti Múzeum háta mögött, egy szűk belvárosi területre bezsúfolnak mindent, és azt mondják, hogy ez az az érdek, ami mindent fölülír, hogy a kampuszon belül minden egyes funkció a diákok számára 5 perc sétával elérhető legyen. Amikor ezt így kimondom, bármikor, akkor még mindig lefagyok, hogy ezért csináljuk az egészet, és ezért fogunk szenvedni. Kerestük a projekt engedélyeztetésért is felelős építészeti államtitkát Lánszky Regőt, de megkeresésünkre sajnos nem reagált. Még szerettük volna megkérdezni tőle, hogy melyik a kedvenc Makovec épülete. Azt is szerettük volna megkérdezni tőle, hogy a két projekt közül melyiket szereti jobban, a kis parkok kialakítását is tartalmazó Nemzeti Múzeum félét, vagy pedig a túlméretezett épületek beszuszakolásából álló Pázmány kampusz projektet. Azt is szerettük volna megkérdezni tőle, hogy van-e lehetőség a Pázmány Péter Katolikus Egyetem eredeti Makovec kampuszba való visszaköltöztetésére.
Részlet az új építési törvényből. Az államnak nem csak lehetősége, de feladata is, hogy az épített örökség megőrzése és gyarapítása során a polgári jóízlést érvényesítse, egy célunk megvalósítása során a nemzeti építészet leghaladóbb hagyományait képviselő életművek Kós Károly, Lechner Ödön és Makovec Imre építészete a minta és a zsinór mérték. Szerettük volna megkérdezni tőle, hogy az új építészeti törvény szerint zsinór mértékként szolgáló Makovec Imre stílusa megjelenik-e az új Pázmány kampusz tervében. És azt is szerettük volna megkérdezni tőle, hogy ezt az építészeti törvénnyel szembe menő beruházást van-e még lehetősége elkaszálni? Amiről nem fogunk tudni megegyezni, ezért a végén majd valahogy meg kell egymással barátkoznunk a következő két esztendőben, és a békés együttélésben kell gondolkodni, az az, hogy önök nyilván nem akarják, hogy ez megvalósulja ebben a formában. Nem, meg akarjuk, a legelején is azt mondjuk, hogy az egyetlen.